Alapvetően úgy működik a masina, hogy egy digitális tollat használnak a gyerekek, tehát az érintő képernyő az nem olyan, mint a telefonunk, egy digitális tollat használunk, fülhallgatón hallják a mesét, és a mese történetbe úgymond elrejtve vannak azok a feladatok, amikkel felmérjük a gyerekeknek a képességeit. A Nyíregyházi Egyetem óvodapedagógus és tanító szakmai napján Füzes Györgyi mutatja kameránknak ezt a Praktikid elnevezésű digitális eszközt, amellyel az óvodáskorú gyermekek képességeit és ismereteit tudják felmérni a jövő pedagógusai. A szakmai napunknak a témája az óvoda iskola átmenet általános kérdései, és itt most olyan előadókat hívtunk meg, akik elsősorban ugye a ma gyermekének, ugye ebbe a digitális korba beleszületett gyerekeknek adnak lehetőséget, teljesen egy új mérési módszernek a kipróbálására. Én azt gondolom, hogy ez a szakmai nap érinti a tanító, tehát az alsó tagozatos tanító, szakos hallgatókat is, a gyakorló tanítókat és a gyakorló óvodapedagógusokat. A Nyíregyházi Egyetemen több évtizedes múltra tekint vissza az óvodapedagógus és a tanítóképzés. Bár volt idő, amikor az egyetem vezetése megszüntette a képzést, 2017-ben újraindult, és azóta is népszerű az egyetemre jelentkezők körében. Nagyon nagy a kereslet ez iránt a képzés iránt. Most jelenleg például 200-on felüli jelentkezők, az első helyes jelentkezőknek a létszáma. A tanítószakra egy picit kevesebben jelentkeznek, de ott is elég magas az arány. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt az évtizedes hagyományt, amire visszatekint a két képzésünknek a múltja, azt most gyakorlatilag még tartani is tudjuk. Imre Rubenné hozzátette, a diákokat elsősorban a gyerekek szeretete motiválja, amikor jelentkeznek ezekre a szakokra, és döntő többségük a kellő anyagi megbecsültség hiányában is kitart a pedagógus pálya mellett. A hallgatóink, amikor idejönnek első számú jelentkezőként, és az alkalmassággal vizsgán elbeszélgetünk velük, akkor elsősorban azt emelik ki, hogy ők a gyerek szeretetéért jönnek ide, azért, mert szeretik a gyerekeket, és elhivatottságot éreznek a pálya iránt. Ezt a szakot csak az a hallgató választja, aki később is elhivatott lesz. És én azt érzem, hogy a hallgatóinknak a nagy része után el is tud helyezkedni a pályán. Tehát hiába nincs erkölcsi és anyagi megbecsültsége, ugye sokat hallunk a sajtóban erről, én azt érzem, hogy a hallgatóink mégis választják ezt a pályát. A tanító szakon 4 évfolyam működik, közel 150 hallgatóval, tette hozzá az intézet igazgató, az óvodapedagógus szakon pedig 3 évfolyamon ennél is több, közel 200 hallgató tanul a Nyíregyházi Egyetemen, ahol ezeken a szakokon hamarosan 113 hallgató fog záróvizsgát tenni.